Köszöntöm nézőinket, újra itt a szerda este, a Sopron TV heti rendszerességgel jelentkező magazinja. Tartsanak velünk, mutatom mai témáinkat. Zöldváros. Versenyekkel készülnek a jövő kihívásaira a fiatal erdészek. Egyetemi polgár. Megreformálhatja a papíripart az az eljárás, amire nemrégiben szabadalmi oltalmat kaptak a Soproni Egyetem kutatói. Hölgyválasz. Mit keres a férfi a nőben? A külsőt nézi, vagy a személyiség a fontos? A hét témája, középpontban a Róth Gyula szakgimnázium. A sikerekről, eredményekről beszélgetünk Hocek László igazgatóval. A klímaváltozás rengeteg terhet ró majd a jövő erdészeire, Sopronban és környékén is. A szakemberek szerint a különböző szakmai versenyeknek nagy szerepük van abban, hogy a növendék nemzedék felkészültebben tudjon megbirkózni ezekkel a kihívásokkal. A megmérettetések motiválják a fiatalokat abban, hogy alaposan elmélyedjenek a leendő szakmájukkal kapcsolatos tudásanyagban. Ennek szellemében hívták életre az erdésztanulók Európa bajnokságát is, amelynek idén Sopron adott otthont. Városunkat dús erdőségek, zsibongó mezők öleli körül, amelyek fenséges vadállatoknak nyújtanak otthont. A túrázó, aki csak néha lép be ebbe a különleges világba azért, hogy megörvendeztesse lelkét és tüdejét, egyaránt a természet élettel fűszerezett atmoszférájával, nem is sejtheti, mindaz, amiben gyönyörködik, manapság már cseppet sem magától értetődő. Ugyan a flóra és fauna által alkotott univerzum sokak számára egyre távolabbinak tűnik. Mások rendületlenül dolgoznak azért, hogy ez a törékeny csoda ne hulljon millió darabra. A környezet gondozásával foglalkozó szakembereknek az utóbbi időszakban új, minden eddiginél nehezebb és fontosabb feladatokat kellett megoldaniuk. Ilyen az emelkedő hőmérséklet és az egyre szélsőségesebb viharos időjárás. Azért, hogy a jövő nemzedéke felkészült legyen, mire ezekkel találkozik, meg annyi versenyt szerveznek a szakmát tanulók részére. Ilyen volt a hétvégén lezajló 17. erdésztanulók Európa-bajnoksága, amelynek a Róth Gyula szakgimnázium adott otthont. Aki részt vesz egy ilyen versenyen, hallgatóként, diákként, az jobban belemélyed a szakmájába, jó szakember lesz, és nagyon jó szakemberekre van szükségünk manapság az erdeinkben. Mert ahogy köszöntőmben is mondtam, kihívás előtt állunk a klímaváltozással kapcsolatban, és erdeinket, hogy jól kezeljük, ahhoz jó szakemberek szükségesek, hogy megfelelő megoldásokat találjunk a kihívásokra. A nívós megmérettetésen 21 ország 22 csapata, összesen 88 diák mérte összetudását. Valamennyiükben közös volt, serényen készültek, hogy változatos megoldásokat kívánó feladatok keresztüzében minél jobban hely tudjanak állni. Motivál, hogy segítsem az iskolámat, ebbe az egy hónapba nagyon sokat készültünk minden nap a technikai feladatokra, délutánonként az elméleti feladatokat is átnéztük, gyakoroltuk. A versenyzőkre csütörtökön az erdészeti körverseny várt. A táv 5 km volt, amelynek szintkülönbsége cirka 400 méterre rúgott. A Soproni hegység erdejében kanyargó útvonalat 16 állomás szabdalta. A szervezők semmit sem bíztak a véletlenre, ami a számon kérés minőségét illeti. A tanulóknak puszta szemrevételezés alapján kellett megbecsülniük egy terebélyes tölgyfa életkorát. Kicsit odébb pedig szintén így módon kellett megmérniük egy jégbeszökő fenyőfa magasságát. A repertoárban a teljesség igénye nélkül szerepelt még vadállatok azonosítása mellett íjászat is. A
Az elméleti feladatok után a gyakorlati tudásukat mutatták meg a diákok. Bebizonyíthatták, milyen gyorsan tudják lecserélni a láncot a fűrészről, aztán hajszál pontosan kellett a masinákkal darabokat kihasítaniuk a farönkökből. A szakértők szerint a gyakorlatoknak köszönhetően sokkal otthonosabban tudják majd fogni a masinát a tanulók, ha jövőben például egy erdőt kell gyógyítaniuk azzal. Pop Armand from Hungary. Sopron az erdész oktatás hazai fellegvára. A Róth Gyula szakgimnázium tanulói ehhez hülyen sikeresen zárták a megmérettetést. Pap Armand döntésversenyszámban tarolt. A maga a verseny számomra az rettenet jó volt. Rengeteg tapasztalatot szereztünk, mindig terepi viszonyok, mind itt a technikai versenyszámokban. Számomra a legfárasztóbb az a kint az erdőben az erdészeti feladatoknak a megoldása volt, már egy 5 kilométeres szakaszt kellett teljesíteni, 16 állomás és különböző feladatok voltak ott. A terep az elég kemény volt, aznap jobban elfáradtunk, mint a technikai versenyszámokon. De nem azt mondom, hogy a technikain nem fáradtunk el, itt is rettetesen oda kell figyelni a kialakításokra, szabályok betartására. Ez a mi csapatunk úgy gondolom jól szerepelt, jól összekovácsolódtunk, sokat gyakoroltunk. Számomra ez a verseny egész jó volt, jól sikerült ahhoz képest, hogy mennyit készültünk rá. Gajazásban értem el a második helyet. Ennek nagyon örülök, mert nagyon sokat készültem erre a gajazásra. A Róth Gyula szakgimnázium csapata összetettben a negyedik helyezést érte el. Megreformálhatja a papíripart az az eljárás, amire nemrégiben szabadalmi oltalmat kaptak a Soproni Egyetem kutatói. Az új módszerrel mezőgazdasági növények szárából lehet jó minőségű rostos papíralapanyagot készíteni, minimális vegyszer és energiahasználattal, melléktermék generálása nélkül. Jelentősen nőhetnek a mezőgazdasági szektor bevételei, és tulajdonképpen nullára redukálható a fa, mint nyersanyag felhasználása a papíriparban. Bak Miklós a Soproni Egyetem legújabb szabadalmát mutatja. Az intézményben az elmúlt esztendőkben tucatnyi új szabadalom keletkezett. Ez azonban kitűnik közülük, ugyanis ékes példája annak, hogy a létesítmény miért képviseli a zöld egyetem gondolatrendszert. A kutatók célja ezúttal egy új papíripari eljárás kidolgozása volt, amelynek kulcsszava a lignocellulóz. Ez nevezetesen a papírgyártás elsődleges nyersanyaga, amelyet zömében a fákból nyernek ki. Az erdők ékes óriásait viszont rohamosan pusztítják planétánkon. Ennek a jövőbe látó szakemberek szerint sürgősen véget kell vetni, így ideális lenne, ha legalább a papírgyártók megkímélnék a fákat. A Soproni Egyetem kutatói ezzel kapcsolatban hoztak újat a nap alá. Olyan alternatívát fedeztek fel, amely, ha úgy tetszik, egész eddig a lábunk alatt hevert. Lignocellulóz anyagként nem csak a fa vehető számításba, hanem gyakorlatilag a fásszerű növényeken kívül nagyon sok lágyszerű is hasonló összetétellel rendelkezik, tehát tartalmaz cellulóz rostokat. Mik is lehetnek ezek? A jelen szabadalom célcsoportja alapanyagként elsősorban mezőgazdasági növényeknek a szárai. Tehát értem ez alatt a búzaszalmát, például kukoricaszárat, kendernövénynek a szárát, tehát nagyon sok alapanyag felhasználható ezzel az eljárással. Természetesen a fa alapanyag is feldolgozható ezzel az eljárással, de elsősorban itt a mezőgazdasági növények felhasználása a célkitűzés. Ezeket a mezőgazdasági melléktermékeket manapság is hasznosítják, takarmány vagy alomgyanánt, esetleg energetikai célokra. Viszont az ilyen alkalmazási módoknak nem kifejezetten egetrengető a hozzáadott értéke. Eme nyersanyagok felhasználására sokkal jövedelmezőbb és hasznosabb alternatívát kínál a Soproni Egyetem kutatói által kifejlesztett eljárás. Ráadásul a szabadalom bárki számára hozzáférhető. Itt tulajdonképpen a mezőgazdasági szektor résztvevői számára ez elérhető. Ezáltal
tulajdonképpen saját maguk is beszállhatnak ennek a szabadalomnak a terjesztésébe, a felhasználásába, és ezáltal gyakorlatilag sokkal nagyobb profitot érhetnek el a tevékenységük során, hiszen nem csak magát a terményt tudják magas színvonalon és magas árszínvonalon értékesíteni, hanem annak tulajdonképpen minden részét fel tudják használni. Az egyéb rostosító eljárásokhoz képest nagyon alacsony energiafelhasználással képezhetőek rostok ezekből az említett lignocellulóz alapú anyagokból, valamint tulajdonképpen megvalósítható egy zero waste, vagyis egy hulladékmentes technológiai folyamat. A módszert kifejlesztő kutatók dr. Alpár Tibor, dr. Csóka Levente és dr. Halász Katalin bíznak abban, hogy a szabadalmuk nagy népszerűségnek örvend majd, és környezetbarátabbá teheti a világunkat.